Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Január 24-én vasárnap. A Kistelki téli teremlabdarúgó bajnokság E-ligájában szereplő Zenekar 2 és Balázs Cserszi csapatai mérkőztek meg egymással. A most következő felvételünkön ezt a találkozót tekinthetik meg.
nem vettem észre. Thank you.
Mérzik. Thank you.
Thank you.
A 14. kistági téli teremlabdarúgó bajnokság E-ligája a 8. utolsó előtti fordulójához érkezett. A csoportlista vezetője a Gyakadémia tabella hátsó régiójában tanyázó Rigó Gold Team együttesével mérkőzött meg. Következő felvételünkön ezt a találkozót tekinthetik meg. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh!
Thank you.
most következőkben Györfi Pál az Országos Mentőszolgált Szóvivőjének 2014 májusában tartott előadását tekinthetik meg, melyben szó esett a mentőszolgált történelméről és az akkori helyzetéről. Megtiszteltetés! Ez a szó jutott most eszembe, mert annyira szép idő van kint, olyan gyönyörű, most már tényleg ilyen kora nyári idő, hogy ilyenkor, hogy önök ezt a programot választották, hogy bejönnek erre az előadásra, hogy itt vannak ezután a csodálatos színpadi jelenéssel után, hát ez tényleg nagy megtiszteltetés. Szeretettel köszöntöm önöket, én Györfi Pál vagyok, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, és... Köszönöm, hogy kell befejezni egy előadást a csúcsponton, tehát nehéz fejedben. És több dologhoz is szeretnék gratulálni önöknek. Én most járok először Kiskeleken, soha valahogy úgy alakult az életem, hogy nem jártam erre. És minden tetszett reggel óta, amit láttam. Ez az egyik, amihez szeretnék gratulálni. És ebben persze nem csak az épületek vannak benne, meg nem csak a rend az utcákon és így tovább, hanem elsősorban az emberek, akikkel találkoztam, mert csupa kedves emberrel találkoztam ma, úgyhogy nagyon jól érzem magam, hogy rossz lesz tovább menni. A másik dolog, amihez gratulálok, az pedig az egészségnap, ami most már ugye reggel óta tart, és amiben olyan program elemek voltak, amiket hát bizony nagyon kevés helyen tudnak ilyen jól megvalósítani, mint ma itt. És hát ennek az egyik része az, hogy én kaptam most lehetőséget, hogy önökkel ezt a 2,5-3 órát együtt töltsem. Ez poén volt, tehát nem, én arra gondoltam, hogy ez körülbelül egy ilyen 40 perc lenne az életükből. De erre viszont valószínűleg szükség lesz, mert egy csomó dolgot szeretnék önöknek megmutatni, meg elmondani. Az első részében ennek az előadásnak szeretnék önöknek adni egy képet arról, hogy hogy állunk itt Magyarországon egészség dolgában. Hogyha ezt meg tudtam mutatni, vagy ezen kicsit együtt gondolkodtuk, akkor utána egy picit bemutatnám önöknek az Országos Mentőszolgálatot, hogy nézzük mi ki, így 2014-ben, és mi várható mondjuk az elkövetkező években. Utána egy picit beszélnék arról, hogy oké, igyekszünk mindenkit megmenteni, de magunkban kevesek vagyunk ehhez, és hogy ehhez kell az önök segítsége is, hogy az első segélynyújtásnak micsoda jelentősége van, tehát erről szólna a harmadik része. És ha még akkor ébren vannak, akkor a negyedik részében pedig ugye most elvitték ugyanezt az angolbabát, ami itt volt, de egy picit azért a legfontosabb mozdulatokról is egy pár szót beszélnek, hogy konkrétan elsősegélynyújtóként milyen életmentő mozdulatokat várunk önöktől, vagy mire lenne szükség. Oké, így? Oké. Köszönöm szépen. Amíg a mentő megérkezik, ugye ez az első dia címe. Egyébként ez a kép, ami itt van, ezt mindenképpen szerettem volna önöknek megmutatni, mert ez a Markó utcai épületünknek a falát ábrázolja. Itt kezdődött a Magyar Mentőszolgálat története tulajdonképpen ebben az épületben. Ez Budapesten, a Nyugati Pályaudvar környékén található, és ez volt az első mentőállomásnak épült épület Európában. Azért őrizgetjük, azért vagyunk ennyire büszkék rá, és rögtön az elején szeretném őket meghívni ebbe az épületbe, hogyha Budapesten járnak, akkor ne szalasszák el a lehetőséget, nem ulasszák el meglátogatni a Markó utcai mentőpalotát, mentőszékházat, meg például az első emeleti mentőmúzeumunk, az tényleg nemzetközi hírű, és ne gondolják azt, hogy ez most reklám, mert teljesen ingyen szabadon látogatható, és az a tapasztalatunk, hogy gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt nagyon tartalmas, érdekes program, hogy jöjjenek el, nézzék meg a mentőmúzeumot, nézzék meg ezt a Markó utcai székházat. Nos, akkor egy kicsit váltsunk témát, nézzük körül, magunk körül Magyarországon. Ugye engem általában onnan ismernek az emberek, az esti híradókban szoktam feltűnni, onnan a tévéből nézek be az önök lakásaimat, hogy mit látok, az most nagyon jó. És azok az ügyek, amik miatt bekerülnek a híradóba, azok általában közlekedési balesetek vagy bűncselekmények. Ugye valami miatt erre van igény, a híradók nagyjából Magyarországon, főleg az ilyen nagy kereskedelmi adókban ezeket tartalmazzák. Valóban sajnos nagyon sok közlekedési baleset történik, éppen kapitányokkal beszéltünk itt a születben vagy az előadás előtt arról, hogy sajnos emelkedik is az ilyen közlekedési, súlyos közlekedési balesetek száma az összes figyelmeztetés meg kampány ellenére. És most ott tartunk, hogy körülbelül 15 ezer ilyen személyisérülés és baleset történik Magyarországon. Tudják, az a baj ezekkel a statisztikai adatokkal, én nagyon nem szeretem az ilyen diagépeket, de azért muszáj megmutatni a számokat, mert ha ránézünk egy ilyen számba, akkor úgy vagyunk vele, hogy egyrészt most ez sok vagy kevés, mihez hasonlítsunk? Nincs mihez hasonlítani. Jó lenne mellé tenni, hogy mondjuk egy hasonló
más országban hány baleset történik évente, vagy jól lenne megnézni, hogy előző évhez képest, hogy alakult ez, de talán önmagában is, ha nem a számot nézik, hanem azt, hogy mögötte tényleg emberek vannak, emberi sorsok, családok, akiknek az élete tönkre megy egy pillanat alatt egy baleset miatt, akkor én azt gondolom, hogy ez egy óriási szám, tehát ez egy valódi probléma. Ráadásul ennek a 15.000 balesetnek egy része, méghozzá elég nagy része, körülbelül 4.500 eset, súlyos, életveszélyes vagy halálos sérüléssel végződik. Tehát ez óriási szám. Az előbb azt mondtam önöknek, hogy én esténként a híradóban erről szoktam beszélni, és higgyék el, hogy mindig egy kicsit bosszankodom magamban, hogy csak erről lehet beszélni a híradóban, pedig például, nem is gondolná az ember, hogy a közlekedési balesetekkel körülbelül egy szinten van a munkahelyi balesetek száma, csak az ritkában kerül a híradóba, pedig ott is lehet súlyosan megsérülni, sőt, akár meg is hamar hívja munka közben. És akkor még nem beszéltünk egy harmadik csoportról, most nézem, hogy itt pici gyerekek is vannak. Az élet szép. Ne féljetek! De azért el kell mondani, hogy a harmadik helyszín, amiről nem is gondolnak, hogy ilyen beszél, az a háztartás, tehát a saját otthon. Évente kb. 40.000 háztartási baleset történik, és ezek között is vannak ilyen nagyon súlyosak. Tehát, hogy az otthonunk is nagyon veszélyes lehet. De egy picit hagyjuk a baleseteket, mert a másik dolog, amitől egy kicsit bosszankodni szoktam, az, hogy például nem tudunk beszélni arról, amit a jelenetek között is szerepel, ez pedig a stroke. A stroke esetek, ugye azok az agyi érkatasztrófákat jelentik, amikor valaki agyvérzést kap, vagy agyi érelzárulás következtében kerül súlyos állapotba. Ebből nézzék meg, majdnem 50.000, fél százezer történik évente Magyarországon, ez egy iszonyatosan magas szám. Különösen, hogyha azt nézik, hogy ezeknek az embereknek egy része sajnos béna marad az agyvérzés vagy agyérelzárodás után, és ellátásra, ápolásra szorul élete végéig, de nagyon sokan sajnos közülük meg is halnak a stroke következtében. Tehát ez egy óriási társadalmi probléma, és még egyszer mondom, hogy mögötte ott vannak azok az emberi sorsok, amikről most nincs idő sokat beszélni. Minden esetre ez sem véletlen, majd később erről még szeretnék egy-két szót beszélni, hogy hogy álljunk hozzá az életnek ezekhez a csúnya dolgaihoz, hogy ezek sorscsapások, vagy Isten büntet minket, ugye mindenkinek van egy meggyőződése erről, vagy egy világnézete. Én ebben nyilván nem tudok igazságot tenni, de nagyon sok esetben azért ezek nem véletlenül történnek, hanem valahogy eljut odáig egy ember, hogy mondjuk sztrókot kap, és bizony kutatások igazolják azt, vagy orvosi bizonyítékai vannak, hogy nem mindegy, hogy hogyan táplálkozik, milyen életmódot folytat, dohányzik vagy sem, és így tovább, majd erről később beszélünk, de a lényeg az, hogy jó lenne ezeket az eseteket megelőzni, és ebben azért az embernek van egy saját felelőssége és a saját életével kapcsolatban, különösen, hogyha mondjuk egy családot tart el, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ez egészségesen mennyire így tudja megelőzni. A másik ilyen nagy népegészségügyi probléma az agyi érkatasztrófák mellett, még mindig így a szív- és érekszerű betegségeknél maradva, ugye a szívinfarktus, illetve a szívbetegségek csoportja, és ezek között van egy olyan történet, ami már itt is megjelent részben a színpadon, ez pedig a hirtelen szívmegállás esete. Ugye a hirtelen szívmegállás az a tulajdonképpen a legrosszabb, ami történhet egy szívinfarktus kapcsán, hogy egyszer csak valaki összeesik, és minden előzmény vagy bevezető tünet nélkül leáll a szívműködése, leáll a vérkeringése. Ebből is sajnos nagyon sok történik. Magyarországon évente kb. 24.000 eset. Na most 24.000, ez most ekkora szám. Bontsuk le, ez azt jelenti, hogy naponta Magyarországon kb. 70-en esnek össze hirtelen, és áll le a szívműködésük. Ha ezt még tovább mondjuk, akkor ez azt jelenti, hogy kb. 20 percenként valaki. Mióta én itt beszélek, már valahol Magyarországon valaki így összeesett. És ezek rendszerint kórházon kívüli esetek, tehát utcán, munkahelyen, lakásban, közterületen, esetleg egy ilyen előadáson, mondjuk az előadó egyszer csak összeesik és felveszik, és sajnos nem kizárt, ez nagyon gyakran előfordul. Tehát ezzel lehet találkozni sajnos a mindennapokban. És ez annyira gyakori, hogy erre nem árt fölkészülni, ezért az ilyen elsősegély, gyors talpalók, meg általában az elsősegély tanfolyamoknak egy nagyon fontos kérdés az, hogy ilyenkor tud-e, aki éppen ott tartózkodni, segíteni, el tudják kezdeni az újraélesztést, vagy pedig tehetetlenül állunk ott a beteg mellett, és ezzel gyakorlatilag elveszik az esélye annak, hogy segíteni lehessen. Persze van még egy csomó baj
Magyarország népegészségügyi helyzetében, ugye a rosszul adagadatos megbetegedések, és így tovább. De én most csak tényleg az ilyen sürgősségi szempontból gyakori dolgokról beszélnék még egy pár szót, ugye ebből is van jócskán. Minden esetre, még egy pillanatra visszatérve ezt a képet, felismerik ezt a figurát itt középen? Messzire nem biztos, hogy jól látszik. Ez a Dr. House nevű média személyiség, vagy filmszereplő, akiről sokan azt hiszik, hogy ez egy valódi személy, és úgy vannak vele, hogy oké, nem kell nekem annyira vigyázzon magamra, mert ha nagy baj történik, hát majd úgyis megment engem a Dr. House, mert az mindenkit általában megmond mentem. Ezzel az a baj, hogy egyrészt nem létezik Dr. House, másrészt pedig, hát ugye ha létezne, akkor sem Magyarországon dolgozna. De ez egy kicsit így butaság, mert ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy Magyarországon kiváló orvosok vannak, kiváló szakemberek. Tényleg a magyar orvosokat, mint ahogy biztosan önök is tudják, sok helyen a világon szívesen látják és elcsábítják Magyarországról. Igen ám, de hogyha valóban nagy baj van, ha hirtelen valaki életveszélybe kerül, akkor általában az szokott történni, hogy el sem jut a beteg a specialistához, a kórházhoz, mert már a helyszínen lezárul ez a történet, tehát esély sem kap a túlélésre, mert hiányzik ez a bizonyos első láncszem, az újraélesztés, vagy az első segélyújtás, amiről majd később beszélünk. Ezt így rövid kezd csináló bevezetőnek szántam, és akkor most nézzük, hogy tud megfelelni a mentőszolgálatnak a kihívásnak, hogyan működik Magyarországon a mentőszolgálat. Az arc, amit az előbb egy pillanatra láttam felvillanni, dr. Kressz Gézának hívták, és ő volt a magyar mentőszolgálat megalapítója. Sokaknak ismerős lehet ez a név. Sokan azt mondják nekem, hogy hát tudom, hát a közlekedési szabályokat is ő találta ki, ugye biztos ez a Kressz. De nem, a Kressz, tehát a közlekedési szabályokat nem hozzáfűződnek, az egy betűszó közlekedési rendészeti szabályok ügyteménye, vagy valami ilyesmi. Viszont a mentőszolgálatot tényleg egy ember alapította meg valamikor a 19. század végén, tehát 1880-as években. Egyébként egy nagyon sokoldalú ember volt, például a műjégpályát, hogyha ismerik Budapesten, az is az ő nevéhez fűződik, és még egy csomó dolog. Minden esetre a mentőszolgálatra, ha pár szót lehet mondani, akkor talán annyit, hogy Magyarország legnagyobb egészségügyi intézménye, és annyiban különbözik az összes többitől, hogy mi úgynevezett mobil ellátást nyújtunk, tehát nem egy épületben dolgozunk, hanem kivisszük az ellátást a helyszínre. Tehát mobil egészségi szolgáltatóként talán az elmúlt 127 évnek a fejlődését leginkább a járműveknek a fejlődésére lehet követni. Én most itt körülnézek a teremben, és azt látom, hogy a hölgyek nagyobb arányban vannak itt, mint a férfiak. És ugye a férfiakat szokott elsősorban érdekelni az autók látványa, de talán a hölgyeket is néha megmosolyogtatja majd, hogy milyen autókat használt a magyar mentőszolgálat az elmúlt 127 évben. Hát nézzék meg az első. Ez volt az első mentőautónk, ez egy két lóerős mentőautó volt. Akik közelülnek, azok látják, hogy egy két lóva, csak itt a patájuknál látszik, hogy fedésben vannak egymással, ez egy két lóerős mentőautó. Az is érdekes, hogy ez a kép is a Mark utcában készült, pedig nekünk van egy csomó telephelyünk, egy csomó épületünk az országban, mégis a történelmünk az agyában itt zajlott a Mark utcában, vagy a fényképeink itt készültek. Nem is nagyon volt a mai értelemben vett kórházrendszer kiépülve. Éppen ezért inkább az ő feladatok az volt, hogy a helyszínen valamit csináljanak. Ha nagyon muszáj volt bevinni a beteget kórházba, akkor valami alkalmi járművet, valami szekeret találtak, és akkor azért volt egy kis hordány, amivel segítettek fölpakolni a szekeret a beteget. De hát aztán, hogy a kórházrendszer fejlődött, megjelent a társadalmi igény, hogy azért vigyük már el a helyszínről a beteget is, és akkor megjelentek az első betegszállításra is alkalmas járműveink, és aztán ezek egyre fejlődtek, egyre nagyobbak lettek. Itt például megállnék egy pillanatra, hogy ezt a mai kollégáim, vagy ahogy mi egymást szoktuk nevezni, bajtársaim is megrívik szerintem, mert ennek biztos lenne tekintélye az utakon, ha ilyennel járnánk mi mentők. Erről biztos, ha látnák a tükörből az emberek, rögtön félrehúzódnának, mert félnének, hogy elütjük őket. Ez egy jó, brutális nagy autó volt. De aztán jöttek finomabb műszerek is, és akkor így elérkezünk gyakorlatilag az 1950-es évekig, még mindig a Markó utcában járunk. És itt pedig az első rohamot csinálható. Ez az első rohamkocsi, ez a világon az első között jelent meg. Tehát a magyarországi rohammentő szolgálat az a világon első között alakult. Egyébként pont 60 évvel ezelőtt, idén ünnepeljük a rohamszolgálat, tehát a rohamkocsi, rohammentő szolgálatnak a 60. évfordulóját. Ez a darab pedig, amit itt látnak, ez a jármű, ez pedig egy Dötsch márkájú rohamkocsi, amelyet adományként kapta Magyarország, és amelyikből szerintem egy van a világon. Bennünk kézzel készült zöld fa motorok, gyönyörű ez az autó.
felbecsülhetett a mértékű. Hogyha jönnek majd hozzánk vendégségbe, akkor ezt is megnézhetünk belülről is, meg kívülről is kérlek. Amit talán még érdemes felfigyelni, vagy amire érdemes felfigyelni, ez a piros zászló a tetején. Ez egy nagyon feltűnő zászló volt a kocsi tetején, és ezt meglátták tényleg az emberek a visszapillantó tükörből, és tudták azonnal, hogy egy sürgős esetről van szó. Úgyhogy sokáig használtunk ilyen piros zászlót megkülönböztető jelzésként. És aztán a következőképpen már az az autó látszik, amit szerintem itt a teremben senki sem ismer, 75 fiatal emberek, de én például ezzel kezdtem mentőzni még annak idején, ez a Niza típusú mentőautó. Hogyha valaki szereti a retro sorozatokat, a tévében lehet látni a Szomszédok című teleregényt, abban Mágenhegy doktor, akit Kulka János alakít, ilyen autóval mentette az embereket. Ez jó sokáig volt mentőautó Magyarországon a Niza, egészen a 80-as évek közepéig végéig, és aztán a 80-as évek végén egyszer csak megjelent egy hihetetlen csoda, ez a Toyota mentőautó, ami akkor emlékszem, hogy egy új világ volt nekünk. Arra is emlékszem, amikor beültünk először egy ilyen Toyota mentőautóba, és a gépkocsi vezető állandóan indítózott a kulcssal, mert nem, azt hitte, hogy nem indult el a motor, mert nem lehetett hallani a motor hangját. És teljesen új volt ez az élmény. Nagyon szerettük ezeket az autókat. Egy baj volt velük, hogy mentőautónak teljesen alkalmatlanok, hiszen olyan picik belülről, hogy dolgozni benne, beteget ellátni szinte lehetetlen. Ugyanakkor, mint autó, hát fantasztikus, tényleg ilyen 1 millió kilométer simán el lehet menni ilyen autókkal. És mi el is mentünk, és igazából ez a baj, hogy nagyon sokáig nem volt módunk arra, hogy új autókat vásároljunk, és így aztán még ma is szerintem, hogyha mit tudom én, kimennénk ide az ötös útra, előbb-utóbb jön egy országos mentőszolgálat Toyota mentőautó, ami azért baj, mert ezek a járművek, ezek már ilyen 12-13 évesek, és ezt a 12-13 évet ezt nem úgy töltötték el, mint az embernek a saját autója, amire vigyázok, meg törölgetem, hanem ezek egész nap úton vannak, kiberakják a hordágyat, hegyen, völgyön át, tehát tökre mennek ezek az autók, úgyhogy elég baj, hogy nem tudtuk a megfelelő ütemben cserélni ezeket az autókat. Azért nézzük, hogy milyen autóik vannak mostanában. Ugye a Toyotákat részben cseréltük ilyen Fordokra, és itt szerintem itt érdemes akkor most már nem az autótól beszélni, hanem arról a segítségről, ami a helyszínre érkezik ezekkel az autókkal. Ez a szint, amiről most beszélünk, ez az úgynevezett mentőgépkocsi, vagy sima mentőautó szintje. Ez a sima, egyszerű mentőgépkocsi, ez azért mit jelent? Ez azt jelenti, hogy alapegységről van szó, két ember teljesít benne szolgálatot, egy mentőápoló és egy gépkocsi vezető. Mentőápoló és gépkocsi vezető, és a felszerelés pedig alapfelszerelés. Az alapfelszerelést azért nem szabad lebecsülni, hiszen egy csomó mindent meg lehet csinálni ezekkel a felszerelésekkel is. Sőt, nincs olyan eset, aminél legalább el ne tudnák kezdeni az ellátást ezzel a felszereléssel és ezzel a tudással a bajtársaink. Tehát lehetséges, hogy tudjuk a segélyhívás pillanatában, hogy nagy baj van, de mivel ilyen sima mentőautó van a közelben, a legközelebb a helyszínhez, őket fogjuk oda riasztani, és ők kezdik el az ellátást, addig, amíg oda nem ér, messzebbről vagyunk egy rohamkocsi, vagy mentőhelikopter, vagy bármi más. Tehát ebből van a legtöbb az úgynevezett egyszerű mentőgépkocsi szintből. A legtöbb mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nekünk Magyarországon 711 mentőautó dolgozik most. Igen. És a 711 mentőautóból mondjuk olyan 550-560 ilyen sima mentőautó, tehát mentőgépkocsi, két tagú személyzettel, mentőápolóval és gépkocsi vezetővel. Még annyit hadd mondjak önöknek, hogy Magyarországon valahogy az emberek hozzászoktak ahhoz a szóhoz, hogy mentőorvos, és hogyha mentőorvos nélkül érkezik egy mentőautó helyszínre, akkor azonnal újságíróhoz szaladnak, és botrányként fogják ezt elmesélni. Pedig tudniuk kell, hogy Magyarország ilyen szempontból is a jobbak közé tartozik a világban, mert nagyon sok országban egyáltalán nincs mentőorvos, tehát ez a fogalom sem létezik, hanem kifejezetten csak mentőápolói szintű mentőegységek működnek. Ehhez képest Magyarországon ez egy nagy vívmány volt annak idején, hogy mentőorvosokat is tudtunk a mentésben a helyszínre vinni, és később pedig megjelent egy olyan képzés, ami mentőtiszteket képzett és képez ma is. A mentőtiszt pedig kifejezetten hungarikum, egy magyar sajátosság, főiskolai diplomával gyakorlatilag
orvosi szintű beavatkozásokra kap engedélyt és képzést a helyszínen. Amit itt látnak, az a magas szintű mentőegység, ezt esetrohamkocsinak hívjuk. Az esetrohamkocsiban már három tagú személyzet dolgozik, gépkocsi vezető, mentőápoló, és a harmadik ember az már mentőtiszt vagy orvos. Itt Kisteleken, ha jól tudom, akkor három mentőegység teljesít szolgálatot, van egy ilyen, egy esetkocsi, három tagú személyzettel, és van két másik mentőgépkocsi, ugye, amiről az előbb beszéltem. Ez a mentőautó, ha belülről körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag ugyanazt a felszerelést tartalmaz, amit mondjuk a müncheni kollégák mentőautója, vagy mondjuk a Liverpooliaké. Leltár szerint, tehát ha előveszük a leltár papírt, akkor ugyanazok az eszközök vannak benne. Egy nagy különbség van, hogy a müncheni meg a liverpooli EKG készülék az mondjuk korszerű, meg fiatalabb, a miénk az már mit tudom, egy 8-10 éves sok helyen, de egyébként ugye a felszerelés nagyjából ugyanaz, erről majd később még szeretnék kicsit beszélni. Most menjünk egy picit tovább, nézzük meg, hogy azért megjelent egy teljesen új arculat a Magyar Mentőszolgálatnál most már 3 évvel ezelőtt. Akkor végre kaptunk pénzt arra, hogy beindítsuk újra a mentőautó vásárlási programot, és akkor eldönthettük, hogy milyen mentőautókat szeretnénk vásárolni, és úgy voltunk vele, hogy ha végre modernizálunk, akkor legyen a külső is egy picit modernebb, és szakítottunk a korábbi fehér színnel, és mi is átálltunk az Európai Uniós mentőszínre. Mert az EU-ban a mentőknek ilyen sárga színük van, ez a lemon green, vagy zöldes sárga szín, ez a szabvány mentőszín az Unióban. Ugyanebben az időben arra is gondoltunk, hogy hát nem nincs ez így jól, hogy a rendőröknek van szlogenjük, jelmondatuk a mentőknek, vagy nincsen, megirigyeltük. És akkor kiírtunk egy pályázatot, és egy mentőápoló kollega bajtárs pályázattal lett a győztes, úgyhogy most már minden ilyen sárga mentőautón van egy ilyen jelmondat. A mi jelmondatunk az lett, hogy hivatás az életért, ez az Országos Mentőszolgálati jelmondata, úgyhogy ezt látni minden mentőautónkon. Az előbb ugye azokról a mentőegységről beszéltem, akikkel leggyakrabban lehet találkozni, de azért vannak különleges mentőegységek is. Ilyen különleges mentőegység az úgynevezett mentőorvosi kocsi, ez egy személyautó. A személyautóval egy mentőorvos vagy mentőtiszt érkezik a helyszínre, úgyhogy egy gépkocsi vezető oda viszi. Ez az autó nem szállít beteget, tehát gyakorlatilag viszont értünk oda az első képekhez, amik 1800-as években készültek. Akkor mi értelme van, ha nem szállít beteget? Hát az az értelme, hogy nagyon jól lehet irányítani úgy egy körzetnek a mentőellátását, hogy mondjuk van 4-5 sima mentőautó, tehát mentőápolós mentőautó, és van egy mentőorvosi kocsi. Ha kell, akkor ők a helyszínre mennek, elvégzik az ellátást, és utána a mentőautó már elvérdi a beteget a kórházig. Ezt a rendszert fogjuk most kiterjeszteni az ország minden részére, tehát éppen most uniós forrásból 22 ilyen mentőorvosi kocsit vásárolunk, és minden megyében szolgálatba áll egy ilyen mentőorvosi egység. Ugyanezt megcsináltunk gyermekek számára, kifejezetten gyermek életmentésre, gyermek mentőorvosi kocsikén. Először Budapesten a Bethesda utcai kórházban, aztán most már az ország 4 nagy megyeszékhelyén teljesen szolgálatot ilyen gyermekmentőorvosi kocsi. És ez a gyerekeknek jó persze elsősorban, hiszen ők a lehető legjobb ellátást kaphatják, de a saját munkatársainknak is én azt látom, hogy ez nagyon jó, hiszen nem mindegy az, hogyha mondjuk kihívnak egy mentőt egy életveszélyben levő gyerekhez, ezzel sajnos, hála Istennek ritkán találkozunk ilyen esettel, hogy egy kisgyerek van életveszélyben. És ilyenkor nagy könnyebbség, hogy tudják a kollégákat valahol a területen, hogy ha nagy baj van, akkor tudnak segítségül hívni egy olyan kocsit, amelyiken kifejezetten gyermekorvos van és gyermekfelszerelés, és ők tényleg magasabb szinten tudnak segíteni. Egyébként az első ilyen speciális gyermekmentő autókat Budapesten állítottuk szolgálatba, ezt látják a képen, ez a gyermek rohamkocsi, ez most is Budapestről riasztható, és talán ez a világ legmagasabb szintű gyermekmentője, amit itt látnak a képen. Tehát sehol a világon, mi nem vagyunk nagyon gazdag ország, hát ezt gondolom nem kell önnek mondani, Magyarország nem egy nagyon gazdag ország. Éppen ezért nagyon büszke vagyok rá, hogy azt mondhatom, hogy a világ legmagasabb szintű gyermekmentő autóját mi üzemeltetjük a Markó utcában. Az egy másik kérdés, hogy az, hogy a Markó utcában van ez a kocsi, ez mondjuk egy kisteleki gyermeknek keresett jelentet, ugye, ha itt van baj történik, de adj Isten, akkor nem ez a kocsi fogja megmenteni. Ezért nagyon fontos, hogy miközben ez jó, hogy van, azért az ország minden mentőautója legyen képes arra, hogy gyermeket is ellássa,
és lehetőleg a egyre magasabb színvonalon legyen erre képes. Amikor ezt a kocsit először meglátta egy barátom az utcán, akkor fölhívott engem azonnal a telefonon, hogy most láttam ezt az autót az utcán, hogy akkor ti már állatmentéssel is foglalkoztok, mert ő azt hitte, hogy ez ilyen macskamentő lehet, mert az van ráírva, hogy micu, és arra gondoltak, hogy biztos cicákat szoktak ezzel vinni, de nem, ez egy ilyen angol rövidítés, ez mobil intenzív osztályt jelent, bizonyos beteg szállításokhoz kiválóan alkalmazható felszerelés van ebben az autóban, és ami pedig a következő képen van, ez megint ilyen viccesnek tűnt először. Ennek, ez úgy tűnt, akkoriban volt divat Magyarországon az Üvegtigris című film, és tényleg olyan hangulata van ennek a lakókocsinak, vagy minek büfékocsinak ott álltunk. Ennek az a magyarázata, hogy 2005 körül volt Európában egy terror támadás hullám, és nézegették itt Magyarországon is ezeket a filmbejátszásokat a híradóban, hogy ott mennyi sérült van, fekszenek össze-vissza a sérültek a robbantásos merényletek után, és akkor itt Magyarországon is elkezdtek gondolkodni azon, hogy nekünk is kéne egy ilyen tömeges baleseti kocsi, aminek az a feladata, hogy utánpótlást, felszerelést vigyen a helyszínre, hogyha nagyon sok sérült van. Ez nem kell terrortámadás vagy robbantás, elég egy nagy közlekedési baleset, mondjuk egy vasúti katasztrófa vagy buszbaleset. Ennek tehát az a célja, hogy mondjuk egy órán belül a helyszínre vigyen 80-100 sérült ellátásához elegendő infúziókat, köpszereket, gyógyszereket, és van benne sátor is, amit egy kompresszorral 3 perc alatt meg lehet telepíteni, fel lehet fújni, és akkor ott el lehet látni ezeket a sérülteket, mielőtt még elszállítanák a helyszínről őket. Azért azóta egy picit sikerült normálisabb járni, meg pakoltunk a felszerelést, hogy most ilyen tömeges baleseti egységeink vannak az országok pontján. Érdekes, hogy mióta vannak, azóta nem nagyon volt rájuk szükség, hál' Istennek. De tudják, hogy minél régebben volt rájuk szükség, annál közelebb vagyunk a következő nagy katasztrófához, tehát sajnos idő kérdése, hogy mikor fog történni valami olyan dolog, amikor ez kellhet. Történtek azóta is persze csúnya dolgok, vagy szörnyűségek, ilyen volt például a vörösi szab katasztrófa, ott riasztottuk is a tömeges baleseti egységet, de nem olyan jellegű volt az a katasztrófa vagy vészhelyzet, ahol igazán lehetett volna használni ezt a fajta felszerelést. De hát sajnos biztosan előbb-utóbb lesz ilyen. Ezen a képen ezt a mentőmotor triót látják, amelyik most már dolgozik megint, mert ugye szezonban használjuk Magyarországon, tehát tavasztól őszig. Az idei a leghosszabb eddigi szezon, mert április 1-én kezdtük, és valamikor októberben lesz majd vége. Próbálgatjuk, hogy hol tudjuk a legnagyobb hasznát venni ezeknek a motoroknak. Ugye az igazi előnyük az, hogy jobban tudnak lavírozni a kocsik között, mint egy mentőautó. Tehát ha mondjuk egy baleset van és nagy dugó van, akkor lehet, hogy a mentőautó se tud oda menni a balesethez, de a motoros orvos vagy motoros mentőtiszt az oda tud menni a kocsik között, és gyorsan el tudja kezdeni az ellátást. Az idei szezonban az M3-ason Bödöllőnél, az M0-ason Újhartyánál, illetve a Balatonnál fogunk üzemeltetni ilyen motort, azért mondom, hogy fogunk, mert június 6-án kezd a balatoni motorunk, illetve Budapesten használunk még egy másik típust, ez pedig a mentő robogó. Most már ez a kép egy picit előre jött, mert van egy korszerű mentő robogónk, amit ott a budapesti belvárosban használunk első segélynyújtásra. De talán ami a király, vagy ami a legnagyobb falat a jármű flottánkban, az a helikopter. Ilyen mentőhelikopterből 7 bázisunk van Magyarországon. Hol vagyunk most? Kistelek? Hát itt hol van? Szentesen. Ugye Szentesen van a mentőhelikopterbázis. És a képen egy Eurocopter helikopter látható. Ilyenből van 5 darab a flottánkban, és van még 2 francia gépünk is. Na, ezzel a 2 francia géppel vagyunk most éppen bajban, és talán, ha jól emlékszem, Szentesen is ilyen francia gépünk van, ez az AS-350B, ez a Mókuska Etirel, mert hogy egy nemzetközi légi előírás miatt most októbertől nem repülhetnek már azok a úgynevezett egyhajtóműves helikoptereink, úgyhogy azokat valahogy le kell cserélni gyorsan októberig, mert különben Szentesen például nem lesz mentő helikopter, amit tudjuk riasztani. Persze az is hozzátartozik a dologhoz, hogy mentőhelikopter nélkül is működik a mentőszolgálat, hiszen gondoljanak bele, hogyha például rossz idő van, rosszak a látási viszonyok, akkor egyáltalán nem lehet helikoptereket bevetni, tehát a földi mentőautókkal kell nekünk garantálni az életmentést, de bizonyos esetekben azért a mentőhelikopter nagyon sok pluszt nyújt meg, nagyon gyorsan tud helyszínre érni, beszállítani a beteget,
bizony sérülteknek nagyon jó, hogyha nem rázunk őket az úton órákon keresztül, hanem mentőhelikopter repíti be őket a kórházba, úgyhogy mi mindenképpen szeretnénk ezt a légimentő hálózatot továbbra is működésben tartani. Mit csináltunk tavaly? Nagyon sokat dolgoztunk. 1 millió emberen segített a magyar mentőszolgálat tavaly. Ezt már, ha aki ott volt délben, már talán említettem, hogy ez egy óriási szám. 10 milliós Magyarországon 1 millió embert minden évben meg kell menteni. Ebben már nincsenek benne a betegszállítások, mert talán emlékeznek rá, 2008 óta, ha valakit haza kell vinni a kórházból, vagy kezelésre kell vinni, azt már nem mi csináljuk, hanem a magánbetegszállító cégek. Tehát ezek már csak a súlyos, sürgős esetek. És amit szeretnék kiemelni, vagy még egy pillanatra a türelmükkel élni, hogy nézzenek ide, hogy mi erre szoktunk a legtöbbet beszélni, hogy 100 hívásból mi csak 78 beteghez tudunk 15 percen belül odaérni. Ha a másik oldalra nézzük, akkor lesz 22 olyan beteg, akihez nem tudunk negyed órán belül kiérni, csak lehet, hogy fél óra múlva. Ezen szeretnénk javítani. És erről szól most a nagy fejlesztési programja a mentőszolgálatnak, hogy fölzárkózzunk mondjuk egy nyugat-európai országhoz, mert ők 100 esetből több mint 90-szer, tehát 90%-ban ki tudnak érkezni 4 órán belül a helyszínre. Ők sem 100%-ban, mert náluk is előfordul olyan, hogy mondjuk véletlenül egy körzetben egymás után 5 baleset történik, vagy rosszul lép. És akkor az 5. helyre már nem tudnak közelről küldeni mentőautót, mert mindenki foglalt már, csak messziről tud menni a segítség, és az nem ér oda 15 perc alatt. Ilyen mindenhol előfordul a világon, de azért náluk sajnos túl sokszor fordul elő ilyen. Úgyhogy szeretnénk ezen javítani. De most egy pillanatra engedjék meg, hogy itt rögtön rátérjek arra, hogy oké, mondjuk mi ki tudunk érni 13 perc alatt a helyszínre. Hát 13 perc is borzasztó hosszú idő. Hogyha önök voltak már ilyen helyzetben, hogy a mentőket kellett várni, vagy mondjuk a saját hozzátartozójuk feküdt ott eszméletlenül a földön, akkor tudják, hogy 12 perc vagy 10 perc is végtelenül hosszú időnek tűnik. Ha később visszagondolnak erre, akkor azt fogják mondani, hogy egy órát kellett várni a mentőre. Mert úgy élik meg, úgy érzik. Főleg akkor, hogyha tehetetlenül állnak, ott nem tudják, hogy mit kell csinálni. És sajnos vannak olyan betegek, akik nem várnak meg minket, mert sajnos az első 5-6 percben eldől a sorsuk, ha nem csinálunk velük valamit, tehát ha nincs első segélyújtás. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy igazából ez a probléma az mindenkit érint. Tehát senki sincs garant, tehát senki sincs biztosítva az ellen, hogy ő vele nem fog, vagy a családjával valami ilyesmi történni. És ahogy már az előbb említettem, ez sem igaz, hogy az élethez csak szerencse kell. Persze szerencse is kell. Mert hogyha például én most majd megyek át Szegedre, és jön szembe egy kamion, ahol elalszik a sofőr, áttér a menetirány szerinti bal oldalra, és frontálisan nekem ütközik, akkor igazából az én szempontomból nekem nem volt szerencsém, mert pont én jöttem arra. De a betegségek és baleseteknek egy nagyon nagy része megelőzhető, elkerülhető, hogyha igyekszünk elkerülni azokat. Hogyan lehet elkerülni ezeket a baleseteket? Hát először is ugye az előbb említettem nektek, hogy Magyarországon nagyon magas például a munkai balesetek száma. Ennek az az egyik oka, hogy a magyar ember nagyon kreatív. A kreativitás néha jó, hogy mindig újítani akarok, nem szívesen tartom be a szabályokat. Mondjuk egy munkahelyen vannak munkavédelmi szabályok, vagy a közlekedésben vannak közlekedési szabályok, de nem nagyon szeretjük ezeket betartani, mert azt gondoljuk, hogy én tudom a frankót, én tudok jobb megoldást, mint ami le van írva a szabályokban. Ugye ez ilyen vicces képként, ugye itt egy üveg dugóhúzás szerepel, amihez ugye innovatív vagy újszerű megoldásokat alkalmaznak az illetők. Az újszerű megoldásoknak mindig magasabb a kockázata. Ha eltérünk a szabályoknak, mindig magasabb a baleseti kockázata. Hogyha erre a képre néznek, ugye itt például egy 82 éves néni ablaktisztítási kísérletét látják a 3. emeleten, ugye itt nagyon sok esetben az áll a baleset hátterében, hogy rosszul méri fel az illető a teljesítő képességét. Tehát az, aki ezt végrehajtja, az valószínűleg nem mérte fel jól, hogy ő mire képes, hiszen időskorban azért az emberek egyébként is bizonytalanul járnak, szélülékenyebbek, hát elég egy rossz lépés, és már is bekövetkezik a baj. Illetve hát lehetnek olyan esetek, amikor bizonyos szabályokat betart valaki, bizonyos szabályokat nem. Hát itt például látjuk, hogy munkavédelmi sisakot visel az illető, az rendben van. De a pihenés helyét rosszul választotta meg, hiszen elképzelhető, hogy ott valami érkezni fog. Én ilyenkor egy másik képet is föl szoktam vetíteni, de most nem akarom így elrontani a délután. A következő képen egyébként egy cigaretta szokott szerepelni, és
és a cigaretta mellé oda vannak írva, hogy milyen anyagokat tartalmaz egy elszívott cigaretta, mert ugye mindig a nikotinról meg a gátlányról beszélünk, hogy az a veszélyes, pedig egy cigarettában nagyon sok más mérgező anyag is szerepel, vagy benne van, és ugye erre azt mondjuk, hogy ez nagyon hülye, hogy ezt csinálja, de a cigarettára még mindig nem mondjuk azt igazán, pedig ugyanennyire veszélyes, és ugyanennyire ártalmas lehet. Mit tehetünk? Egyrészt próbálunk kockázatokat csökkenteni, másrészt érdemes egészségesen táplálkozni. Ez egy nehéz ügy, hogy mit nevezünk egészséges táplálkozásnak. Ugye a magyar ételek nem túl egészségesek, tehát a magyaros konyha az nem számít egészséges konyhának. Most ilyen szempontból már az elmúlt években nagyon nagy változások történtek Magyarországon. Divat lett egészségesen táplálkozni. Biztosan önök között is sokan vannak, akik tudatosan odafigyelnek a táplálkozásra, és éppen ma reggel adtunk át díjakat, ugye amikor a Fonyi Klub keretében azt hiszem 165 centi volt a derék fogyás a csoportnak, és majdnem egy mása, tehát 93 kiló, amit 3 hónap alatt sikerült leadni. De ez a leadni, ez nem azt jelentett, hogy nem ettek semmit a résztvevők, hanem azt jelenti, hogy odafigyeltek a táplálkozásukra, tudatosan táplálkoztak, és még egy nagyon fontos dolgot csináltak, ez pedig a testmozgás. Hiszen a testmozgás az, ami a megfelelő táplálkozással együtt valóban egészségesebbé tesz bennünket, és ha egészségesebbek vagyunk, akkor kisebb lesz az esélyünk arra, hogy azok a szörnyűségek, amikről ma már beszéltünk, és amik tényleg itt körülöttünk történnek, az agyvérzés, a szívinfarktus, a cukorbetegség, az elhízás, és itt tart, hogy ezek mindent is érintsenek. Ez egy karikatúra. A karikatúra arról szól, hogy ezek egyszerű dolgok, csak hinni kell benne. Itt egy ősember magyarázza a társainak azt, hogy ősember plusz fegyver plusz mamut, akkor a végeredmény az ősember. Viszont, hogyha ősember minusz fegyver plusz mamut, akkor a végeredmény az a mamut lesz. Tehát, hogy ezek ilyen egyszerűen kiszámolhatók, hogyha valaki nem mozog, egészségtelenül táplálkozik, dohányzik, és így tovább, ráadásul még stresszes az élete is, akkor ez szinte egyértelmű, hogy mi lesz a végeredmény. Akár hiszünk benne, akár nem. Nos, akkor még befejezésül néhány gondolat, hogy mit tehetnek önök, hogyha véletlenül ilyen helyzetbe kerülnek, hogy az önök orra előtt történik valami baj, mondjuk egy hirtelen szívmegállás, amiről már az előbb beszéltünk. Hát ugye a cél az, hogy tartsuk életben ezt az embert, és ezeket az első beavatkozásokat az első 4 percben kell megkezdeni, ennyi az idő. És ráadásul az sem mindegy, hogy az első percben kezdünk el, vagy a 4. percben. A legjobb az, hogyha azonnal megkezdjük az első percben, mert akkor lesz a legkisebb a károsodás, mondjuk az agyi károsodás a végén. Tehát azonnal cselekedni kell. Az, ami az első órában történik a beteggel, az meg fogja határozni az egész további sorsát, a gyógyulás esélyeit. És igazából már az első segélynyújtás is a gyógyulási folyamat kezdetét jelenti. Itt egy láncot látnak, ez egy ilyen angol szimbólum, vagy angol száz szimbólum, ugye ez a túlélési lánc. Ugye a láncok azok olyanok, hogy láncszemekből állnak, és azt szokták mondani, hogy minden lánc olyan erős, amilyen erős a leggyengébb láncszeme. Ez azt jelenti, hogy hiába van acélból 15 láncszem, hogyha van köztük egy alumínium. Ha meghúzod a láncot, akkor az alumíniumnál el fog szakadni. És az igazság az, hogy a túlélési láncban általában az első segélynyújtás az a leggyengébb láncszem, ott szokott elszakadni a lánc. Hiába ér oda a legkorszerűbb rohankocsi sárga színben, hiába várja a doktor, ha hoz a kórházban a beteget, a helyszínről el sem tudjuk vinni, mert bármire a mentő kiír, amikor már nincs esély. Úgyhogy el kell kezdeni. Nézzük még, hogy mit kell elkezdeni, most tényleg csak gyorsan a képeket. Hát először is oda kell menni az illetőhöz, aki összeesett. Meg kell nézni, hogy eszméletére tudom-e téríteni. Megrázom a vállát, megszólítom. Jó napot, segíthetek? Tehát ne menjünk el mellette. Ne rögtön telefonáljunk a mentőknek, hanem menjünk oda hozzá, szólítsuk meg, rázzuk meg a vállát, próbáljuk felébreszteni. Miért fontos ez? Hát azért, mert szerencsére azért Magyarországon a földön fekvő embereknek csak egy kis része szívbeteg. A nagyobb része ebben valami más baj van. Tehát ezt döntsük el itt az elején, rögtön próbáljuk felébreszteni. Ha nem tudjuk felébreszteni, akkor már ott, ha van valaki a helyszínen, akit oda tudunk hívni, segíteni, akkor kiálljunk neki, hogy figyelj, gyere gyorsan, itt fekszik egy ember, hívjunk segítséget. Utána azonnal hajtsuk hátra a beteg fejét, így, ahogy a képben látják,
Ez azért fontos, mert akkor a nyelve nem fog hátracsúszni, és kap a nyelve mellett levegőt az illető, és ez lesz az a fejtartás, nézzék meg, és kérem ezt jegyezzék meg, mert ez nagyon fontos, ez lesz az a fejtartás, ahol mivel tud lélegezni, most már megvizsgálhatjuk, hogy lélegzik-e egyáltalán. Tehát most légzést fogunk vizsgálni, itt a bemutatón is elhangzott ez, hogy három érzékszervünkkel egyszerre figyeljük, hogy lélegzik-e, tehát nézzük a mellkasát, figyeljük a mellkasát, hallgatjuk a fülünkkel, hogy jön-e a levegő belőle, vagy áramlik-e a levegő, illetve az arcunkon is érezhetjük a kibeáramló levegőt. Tehát így körülbelül 10 másodpercig figyeljük, hogy éle az illető. Pulzus nem kell tapintani. Régen, ha önök közül valaki tanult ilyen elsősegítőtes, még úgy tanulhatta, hogy két dolgot kell megvizsgálni, hogy lélegzik-e, meg van egy pulzusa. Azóta fejlődött a világ, egyszerűbb lett a dolog, nem kell pulzust tapintani. Légzést kell figyelni körülbelül 10 másodpercen keresztül. Ha nincs légzése az illetőnek, az nagy baj, akkor azt kell mondani, hogy itt újraélesztésre van szükség. Most lesz az, hogy hívjuk a mentőket. Milyen számon hívjuk? 104. Most épül az új segélyhívó rendszer Magyarországon. 112-nek egy új formája. Ha az készen lesz, akkor lehet, hogy majd mást fogok mondani. De most még azt mondom, hogy ha mentőre van szükség, akkor a 104-et hívják, mert az rögtön a mentőköz fut be az a hívás. Készüljenek föl arra, hogy ott nem csak a címet kell bemondani, hanem el kell mondani, hogy mi történt, körülbelül milyen állapotban van a beteg. És aki fölvette a telefont, ő egy szakember, egy egészségügyi szakember, aki már telefonon keresztül tudja önöket irányítani, hogy mit csináljanak addig, amíg a mentő megérkezik. Tehát ha hirtelen nem jut eszükbe, hogy mit kell csinálni, akkor kérdezzék meg a telefonban, vagy hagyják, hogy az illető mondja önöknek, hogy mit csináljanak. Ez nagyon fontos. Ne szakítsák meg a telefonvonalat, hanem csinálják, amit mond a mentés irányító. És ő azt fogja mondani, hogy azokkal el kell kezdeni az újraélesztést, ahogy itt a jelenetben is látták, tegye a kezét a mellkas közepére, kulcsolja össze az ujjait, ugye letérdeltük a beteg mellé, lehetőleg nyújtott karról, és fontos, hogy merőlegesen lefelé nyomjuk le olyan 4-5 cm mélyen a szent csontot, ugye ez a középső csont, ez a szent csont. Lenyomjuk, fölengedjük, le föl, így ütemesen pumpáljuk a beteg mellkasát, és ezt így csináljuk folyamatosan. Hogyha ez egy elhúzódó újraélesztés, akkor hát időnként azért oxigént is kell kapni a betegnek, és akkor ráállunk egy olyan tevékenységre, hogy minden 30. mellkasnyomás után két befújást is végzünk. A két befújás az történhet orron vagy szájon keresztül, önök döntik el. Viszont, hogyha mondjuk az orrába fújják a levegőt, akkor a száját be kell zárni, hogy ne szökjön ki a levegő a száján. Ha a száját választják, akkor meg az orrát kell befogni, hogy ne jöjjön ki belőle a levegő. És nagyon fontos, hogy mindvégig a fej hátra szegve maradjon, mert így megy be a levegő a tüdőbe. Ha nem hagyjuk hátra a beteg fejét, akkor a levegő inkább a gyomorba fog menni, és az nem jó. Így csináljuk folyamatosan, meddig, addig, amíg a mentő megérkezik, vagy addig, amíg valaki oda nem ér egy defibrillátor készülékkel. Mi az a defibrillátor készülék? Hát önök biztos tudják, egy olyan készülék, ami áramütést ad le. Micsoda áramütést? Hát ezt nehogy már én csináljam, gondolhatja magában az ember, pedig ezek a készülékek kifejezetten arra a célra szolgálnak, hogy bárki, akár önök, tudják alkalmazni. Nem kell hozzá orvosnak lenni, ezek a félautomata defibrillátorokból egyre többet helyeznek ki benzinkutakon, pályaudvarokon, bevásárlóközpontokban a falra. És hogyha egy ilyen van a környéken, akkor ezt azonnal oda kell hozni, és van két tappancs benne, amit rá kell csatlakoztatni a beteg mellkasára. Nézzék meg, hogy az egyiket jobb oldalra, a másikat bal oldalra, ezek öntapadósak, csak oda kell cuppantani a beteg mellkasára. A készülék pedig hangosan mondja, hogy mit kell csinálni. Tehát ahogy kinyitják a készülék tetejét, hangosan magyarul fogja mondani, hogy mi a teendő. Tehát nem kell hozzá okosnak lenni, azt kell csinálni, amit a készülék mond. Egyszerű utasításokat fog adni. Például csatlakoztassa az elektródákat, rácuppantom. Utána ne érjen hozzá a beteghez. Hát ezt meg tudjuk csinálni, nem érjük hozzá a beteghez. Utána azt fogja mondani, hogy nyomja meg a gombot, és egy gomb van a közepén, azt meg kell nyomni. Tehát ilyen egyszerűen működik ez a defibrillátor készülék, és ami még megnyugtató, hogy nem lehet vele hibázni. Tehát olyan nem fordulhat elő, hogy mondjuk önök megnyomják a gombot, és egy élő embernek a szívét elektromos árammal megállítják, mert ez a készülék ez csak akkor adja le az áramütést, hogyha valóban szükséges ezt érzékelni, hiszen ez egy intelligens készülék, még soha a világon egyik készülék sem hibázott. Tehát még soha nem fordult elő hiba ilyen defibrillátor használatban.
Ez egy program Magyarországon, hogy legyen minél több helyen ilyen defibrillátor készülék. Nem tudom, hogy itt Kisteleken, hogy állat ilyen szempontból, három is van. Hát, amit mondtam, nem volt véletlen. Gratulálok, így van. Hiszen ha valaki itt összeesik, és aki ott van mellette, elkezdi azonnal a mellkasnyomásokat, és percek alatt odajön egy ilyen defibrillátor készülék, akkor körülbelül 70% esélye van annak, hogy meg tudjuk menteni az ember életét. Ez egy óriási esély, 70% esély. Úgyhogy végezetül én annyit szeretnék önöknek mondani, hogy az Országos Mentőszolgálat egy nagy fejlesztési programban van most benne. A mentés irányításunk is megújul, még veszünk most 200 új autót, új mentőállomások épülnek, stb. Igyekszünk egyre jobban szolgálni a magyar betegeket, és önöket pedig arra kérjük, hogy segítsenek nekünk, de én azt gondolom, hogy itt ezt fölösleges is mondani, hiszen az egész mai nap arról szólt, hogy ez közös ügy, és hogy egymásra minden helyzetben számíthatunk. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, és további szép estét. Következő adásunkat január 29-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozai című gazdaműsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételenkkel jelentkezünk. Kedadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még péntek adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!